Hozzányúlom majd a szivattyúhoz, menü, és akkor megnézzük az adatokat, hogy mit csinál. Jó? Sipos Norbert Ausztriából hazatérve 2020-ban indította be épületgépészeti kivitelezéssel, hőszivattyúkkal, klímatechnikával, szellőztetéssel foglalkozó vállalkozását. 2020-ban egyedül voltam, utána volt egy segédem, aztán elkezdtük bővíteni a vállalkozást. A munkaerőhiány miatt elkezdtünk gondolkodni, hogy keresünk frissen végzett szakembereket. Ugye ez is a kevés képzett szakember miatt nehéz volt, és innen jött az ötlet a duális képzés irányába, és akkor megtettük a lépéseket az ügyben, hogy lehessen nekünk ez a képzés. Elvégeztem egy mestervizsgát, illetve még kiegészítettem a tanulmányaimat hűtőklíma-légtechnika szerelő, hőszivattyú szerelő, illetve villanyszerelő képzéssel. A duális képzést 4 diákkal kezdték el, ők később kiváló eredményekkel fejezték be tanulmányaikat. Jelenleg 2 fiatal tevékenykedik náluk. Akkor most nyomom meg megint az M6, meg a manuál. M6, ki fog kapcsolni. A következő idényben lesz még 2 diák, aki fog jönni. Ők is ezzel a témakörrel fognak foglalkozni, illetve bővül a tevékenységünk itt a műhelyben. Épületgépész technikusok fognak jönni, ez szeptembertől hozzánk tanulni, és még hogyha lesz rá igény, akkor most a szakképzőiskola, a szakképzési centrum felvetette azt, hogy hűtő, klíma, légtechnika szerelő szakmában is lehetne tovább lépni. Ez azt jelenti, hogy tudnának a tanulók klímát szerelni, tanulni, illetve hőszivattyú szerelést. Mint az ügyvezető mondta, ő az alkalmazható tudás híve, nem tesz különbséget maga és a diákok között, mindenkire ugyanazok az elvárások vonatkoznak. Úgy indul a dolog, hogy az első évben akkor egy egyszerűbb folyamatokkal ismerkednek meg, mérési egyéb munkákkal, utána minél jobban ugye belemennek ezekbe a dolgokba, minél tapasztaltabb a szerszám használatuk, illetve a munkát jobban átlátják, annál többet kapnak feladatot. És a végeredményben az elvégzett munka az a második év végére, akkor amikor ugye a vizsgát teszik, akkor körülbelül önálló munkára alkalmasak. Hideg Martin is a Bonyhádi Perczel Mór iskolából érkezett. Legtöbbször klímákat megyünk beszerelni, hőszivattyúkat szoktunk még, és igazából jelenleg 3 vagyunk itt a cégnél, igazából mindenkinek megvan a maga köre. Én inkább Norbinak szoktam segíteni, próbálok. A vállalkozás célja elérni, hogy a náluk képzett diákok közül tanulmányaik elvégzése után minél többen a cégnél maradjanak.